Kőbányán a Mádi utcában ülünk Kós László otthonában. Azonban csak az elmúlt 10 évet töltötted itt a kerületben, és hogyha jól tudom, akkor mondhatni, hogy az én kerületemben Rákospalotán születtél. Hogyan emlékszel ezekre az időkre vissza? Hát tulajdonképpen Rákospalotán az emberek a legszebb időszaka volt a gyerekkor. A Kiskutcában laktunk, a Kinizsi utcában, akkor még földút volt. Hát akkor még a lovaskocsikból is naponta egy-kettő ment csak egy utcába. És hát mondjuk teljesen más nyugalom volt. A legszebb évek. Meddig laktál ott a kerületben? 1973-ig. Hát akkor mondhatni, hogy életed egy meghatározó időszaka. Hová jártál iskolába? Akkor még Lenőti általános iskola volt, és hát azok a régi szép idők voltak, még járt a 65-ös, 69-es villamos. Akkor ott még lehetett több az időben ütközni villamosok. Mennyire volt kisvárosias a hangulat? Nem tudom, hogy mennyire tudod, hogy pont az elmúlt napokban Rákospalota várossáválásának 85. évfordulóját ünnepelte. Hát tulajdonképpen az, hogy kisváros. Az számomra egy tulajdonképpen mindig a világváros volt. Hát ott élte le az ember a legszebb éveit. Akkor még ilyen volt, hogy villamosütközőjén kitérői, a Bellerin Imre utcán, a Szerencs utcától fel a MÁV telepig lehetett menni. Ott volt a váltás a villamosoknak. És amikor a suliba mentünk haza, akkor mindig ütközön mentünk. Hát én a Kinizsi utcában laktam. Akkor te se vettél jegyet a villamosra? Soha! Hát a Judát az ott még 20 filléres jegy volt. Rám apám vasutas volt, és a 69-esre kaptam mindig kedvezményt. És az 20 fillér volt, egy olcsó volt, mint a gyerekjegy. Mert azt hiszem a 35 fillér volt. Igen, 35 fillér volt, akkor még egy gyerek. Hogyan kerültél mégis egy olyan pályára, amelyik még ugyan nem az alkotóművészettel, a képzőművészettel függ össze, de azért mégis a szerkesztés, a mérnöki világ kellős közepébe csöppentél? Tulajdonképpen én, amikor érkeztem, hát most mindig lehet kezdeni azt, hogy hát én már gyerekkoromban megismerkedtem a művészettel. Ez nem igaz. Tulajdonképpen apám az még kovács volt, diszkovács. Tehát ő milyen kapukat kovácsolt. A Magyar Tudományos Akadémiában az aulában lévő nagy csillárt, az egy kovácsolt vas csillár volt, azt apám kovácsolta. És akkor a Blaha Lujza téren van egy kovácsolt kap, amit szintén ő csinált. Ő is csinált. Tehát mondjuk a művészeti pálya az ott indult. A kivitelezői, tervezői pálya az is tulajdonképpen a KGMT-be kezdődött 1968-ban. Ott ismerkedtem meg Somogyi Soma Lászlóval, aki később egy nagyon jó barátom lett, és hát tulajdonképpen egészen a haláláig tartott a baráti kapcsolat. Ő vezetett be a művészeti pályára. Ő volt az, aki tulajdonképpen segített abba, hogy az emberek a térlátása, hát a fehér foltok azok egy kicsit úgy színesek tudjanak lenni. Egy ilyen nagyon jó tervező statikus mérnök volt. És ő segített abba, hogy az ember megismerkedjen az alkotással. Szobrászatta. Mert én mondjuk a szobrászat felé mentem el, aztán később alakultak ki ezek a fali képek, frízek, amiket szintén ő kezdett el
nekem zsűrizni. Gyerekként azonban mindenképpen a rajz fele kacsingatni kellett. Hogyan álltál a műszaki rajzzal? Mert azért mindenre szükség volt a későbbi tanulmányokhoz. Hát a műszaki rajz az mondjuk az ábrázoló geometriához hozzátartozott. Az ábrázoló geometriában az benne van az emberbe. Hát nélkül nem tudsz csinálni semmit. Most ahhoz, hogy az ábrázoló geometriát megtanuljad, lássad, térlátásod legyen, ahhoz kell egy műszaki irányítottság, kell egy olyan pálya, ahol műszakik vesznek körül téged, és akkor azok segítenek abban, hogy valahogy kialakuljon a térlátás. A térlátás hozzá tudjad fogni a saját képeidhez. 20 éves voltál körülbelül, ahogy itt említetted, amikor Somogyi Somogyi Lászlóval megismerkedtél. Hogyan tudott ott befolyásolni, és egyáltalán hogyan tudott az úton elindítani, hiszen akkor kezdődött a pályád, ugyan a kiállításodig, az első önálló kiállításodig, mondhatni több mint 30 évet kellett várni. Tulajdonképpen a Somogynál az volt, hogy ön műszaki tekintély volt előttem. És én műszaki embert elfogadtam. Mire, hogy később pár hónap, pár évnek, egy-két évnek el kellett ahhoz telni, hogy mint művész embert is elfogadjam. És tulajdonképpen a Somának a szakmai tudása olyan volt, hogy tudott újakat mondani. És egyszer-kétszer meg kellett próbálni azt, hogy az ember más képen oldjon meg egy feladatot, és amikor ez nem úgy jött össze, hogy össze kellett volna jönni, mert abban az időben még volt arra lehetőség, hogy az ember tanuljon menet napközben is, munkaidő alatt is. És tulajdonképpen, hogyha egyszer-kétszer az ember úgy elsiklott és félrement, akkor nem mindjárt leszúrták, hanem akkor az volt, hogy na hát, hogy most akkor próbáljuk meg másként. És hát tulajdonképpen a Lacit elfogadtam én, mind főnököt, elfogadtam mind egy irányítót, és utána később már mind művészi, hogy mondjam, tanácsadó, nem tanácsadó, tulajdonképpen egy oktató, aki sok mindenben tudott segíteni, hogy most ezt így csináljuk, úgy csináljuk. Volt olyan, hogy bevittem, még elkészült egy-két kis plasztika, bevittem hozzá, megmutattam neki is, utána csak egy golyót kaptam tőle vissza, mert nem volt érdemes foglalkozni vele. Az első, amit elfogadott tőlem, az egy puliszobor, amire azt mondom, hogy, illetve amire ő mondta azt, hogy ez így marad, nem kellett hozzányúlni. És akkor utána már jöttek azok, amiket ugye folyamatosan elfogadott, és tehát ezeket már lefoglalt a lányom. Mindig is szerettél és szeretsz kísérletezni. Az anyagok szeretete összefűződik veled. Említetted ugye, és említettük közösen ugye a tervezést, azonban ahogy itt körbenézünk, már itt is láthatjuk, hogy próbálkozol például a fának a megművelésével, a réznek a megművelésével. Hogyan alakult? Tehát valóban ez a kísérletező kedv, a kíváncsiság mindig benned bujkált? Tulajdonképpen visszatérünk Rákospalotára, hogy Rákospalotán kertes házban nyugodtan lehetett éjjel dolgozni. Most az ember napközben bennül egy tervezőrodába, és amikor hazamegy egy kertes házba, ahol friss levegő van, és akkor ki tud ülni a kertbe, és akkor elkezdődött, mert rézzel foglalkozni, rézdomborítás. Volt egy időszak, amikor úgy beindultak a 60-as évek vége, hogy felszámolták a fürdőszobákat, fürdőszobaengereket, a rézfürdőszobaengert. És akkor a szomszédok hozták át, és akkor a kertbe teli volt, kerteli volt, ilyen régi rész fürdőszoba engerekkel. És akkor abból az embernek járt is
lágyított, kalapágatott, domborítgatott. Hol egy kis váza, hol egy maszk, mikor mi? És akkor megismerkedik a anyaggal. De hát ezt egy kertesházban meg lehet csinálni. Ezt egy ilyen lakótelepen este 5-6 óra után már nem igen. Zajjal jár. És ott kint meg nyugodtan lehetett kalani, zörögni. Volt hely, volt lehetőség arra, hogy tudjon dolgozni. Mennyire saját magadnak, mennyire hobbiból készítetted, és mikor volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy érdemes lenne mindezt majd valamikor egyszer a nagyvilágnak is megmutatni? Soha nem mondhatom el. Erre mindezt kér, nagyon 1999 volt azt hiszem az az év, amikor megismerkedtem a Novák Kanizsa Józseffel, Magyar Kultúralóragjában. És egy hivatalos szakmai találkozónk volt, amikor egy munkaátadásánál összejöttünk vele, és előtt az ő kollégái jöttek és mondták, hogy majd a költő úr kijön, és akkor meglátjuk, hogy mit mond. És hát mondtam, hogy ő költő, akkor én meg szobrász vagyok. És hát jött a Józsi, hogy a munkát átvegye. És akkor elbeszélgettünk, és szóba került ez a költőisége. És akkor mondta, hogy hát ő igen, költő. Hát mondom, akkor én meg szobrász vagyok. És akkor följöttünk, hogy szeretném látni a dolgaimat. Hát mondom, akkor gyere fel, megmutatom. És akkor följött, és akkor megmutattam, akkor hát még olyan túl sok nem volt. Egy-két ilyen fríz volt. És akkor megmutattam azt, hogy ezt mutassuk meg. Hát mondom, intézd el. Hát nem tudom, így véletlenül jöttek ezek kezdődöknek. Indult be ezek a kiállítások, hogy 2000-ben volt az első kiállítás, és a onnétől kezdve zsinórban. Úgyhogy most már olyan 56. kiállítást tartok. Amíg egy picit azért a múltba visszamegyünk, azért több mint 20 éven keresztül lakásnak és a háznak és önmagad gyönyörködtetésére készítetted ezeket a munkákat, vagy ajándékba, vagy egyáltalán hogyan készültek, vagy hogyan fordul meg az ember agyában, hiszen mindehhez azért akárhogy nézzük, pénzre is szükség van. Az alkotás nem egy olcsó dolog. Hát nem. Tulajdonképpen ezek, amik annak idején elkészültek, nagy része az dossziéba került, nagy része az hát mondjuk Rákos Zoltán olyan helyen laktam, olyan volt az én szobám, hogy döbbe lehetett sok mindent rakni. És ehhez még hozzátartozott az, hogy népi hagyományőrző voltam. Gyűjtöttem régi órákat, ingaórákat, súlyos ingaórákat. Ez is részben a Somának a ráhatására. Részben a Somának a ráhatására gyűjtöttem a néprajzi dolgokat, mert hogy én szülői ágról mind a két oldalon vidékiek vagyunk. Anyám is vidéki, apám is. És hát a régi ősi házból, amit lehetett, azt begyűjtöttem. Korsókat, kancsókat, pipát, bölcsőt, mozsorakat. Akkor a mosógépnek az előgyét, ami lapicka, mángorló, mosófa. Tulajdonképpen ezeket mind egyik kis szobába begyűjtöttem. Kötődsz a hagyományokhoz? Igen. Szeretem. Hát tulajdonképpen az ember abban van, benne van a múltja. És abban indul ki a jövő. Hogy ne kötődni? És ezek az anyagok is nagyon fontosak, hiszen mindig az anyagokhoz térünk vissza, de ahogy most mondod ezeket a különböző eszközöket, használati tárgyakat, nekem csupa sötét színek jutnak eszembe. Nem véletlen, hogy az anyagok szeretetében is ezek jönnek elő, hiszen azért egy fa sötétebb vonulata, a réznek a sötétebb része, vagy akár a képzőművészet tekintetében a fehér és a feketének az ellentéte. De tulajdonképpen rossz a színérzékem.
azt kell, hogy mondjam. Mert azért választottam ezt a fajta mintázást. Ez tulajdonképpen egy mintázás. Mert itt nem nekem kell színezni. Maga, aki ezeket a képeket a környezete festi meg. Én adok egy alapszint, az a feketének, szürkének, barnának valamelyik változata, és amikor egy kép bekerül a saját környezetébe, akkor az annak a környezetének a színét fogja átvenni. Tehát alkalmazkodik, mert akárhogy megnézed a képeket, mindegyik alkalmazkodik a naphoz, a napnak a valamelyik szakához, a külső világításhoz, mert elkerülhetetlen, hogy külső világításhoz adhat, mert kívülről kapja meg az alapszíneket, a sárgát, a barnát, a zöldet, ami kint a ablakon keresztül beszűrődik a lakásba. És hát tulajdonképpen nem én festem a képeket, hanem a környezet, az alkalmazási helye festi meg. Mi lett a sorsa azoknak az eszközöknek, az óráknak, a mángorlónak? Az igazság az, hogy tulajdonképpen egy kertesházban sok mindent föl lehet halmozni. Utána kertesházban beköltöztünk a belvárosba, a Bakács térre. Hát ott is még volt hely, ahol el lehetett tenni. Ja, aztán az egy 100 négyzetméteres lakás volt, és tartozott hozzá egy nagy hal, egy cselédszoba, és elég nagy szobák voltak, és ezekbe a szobákba is be lehetett tenni ezeket a dolgokat. És utána hát kiköltöztünk ide Kőbányára, mert mellett közben a lányom felnőtt, és hát őnek is kellett egy kis élőhelyet biztosítani. Na most egy fiatalnak kimozdulni egy szülői házból nem biztos, hogy jó. És így mi jöttünk ki Kőbányára, egy kisebb lakásba. Na most ebben a kisebb lakásba ezeket már nem lehetett behozni. Mert azért belegondolsz egy ilyen súlyos, két súlyos ingóra, annak is hely kell, felület kell. Az, hogy ezeknek a népművészeti tárgyaknak, dolgoknak, azoknak is hely kell. Na most, hát azokat ide nem tudtuk elhozni magunkkal. Ezeket meg kellett szabadulni, el kellett adni őket. És akkor hát így történt az, hogy végén itt már annyira redukáltuk, hogy csak az én alkotásaim maradtak meg. Meg egy-két ilyen kedvesebb emlék, ami a Somától van. Mert a Somának itt tulajdonképpen a alapképei van, is itt vannak. Középkori képei vannak, meg hát az újabb képei. Tehát tulajdonképpen mestert élik itt tartani. Ahogy én ismerlek, egy szerető férje, szerető apa vagy. Mennyire fontos a család számodra? Tehát ez hozzátartozik az életem. Együtt van. Tulajdonképpen a család az részben a kritika. Ők biztosítják azt, hogy mert azért mondjuk innen egy kép, mielőtt kimegy, nagyon kemény kritikát kap. Kemény zsűrit kap. Kemény zsűrit kap a család részéről. Mert mondjuk nem engedik. Ők is mindenbe beleszólnak, és meg szoktam őket hallgatni. Más szemmel nézi például Ági, aki azért a fotóság, fotoművészet, fényképészet terén alkot? Hogyne, hát már tulajdonképpen mindenki más szemmel nézi. Tulajdonképpen ahhoz, hogy egy kép el tudjon készülni. Hát elkezdtem én csinálni a kotort. Mi volt annak idején, amikor még Jugoszlávia volt, és kotoron voltunk nyaralni. És akkor újították föl az egész főtér részét, gyönyörű szép katedrálisokat, templomokat, gyönyörű szép középkori házakat. És én akkor elkezdtem csinálni a Kotor katedrálisnak a képét,
És most azt mondom, hogy ez a kép, ez körülbelül 4 évig készült. Sose volt hozzá kedvem. És a végén mindig, mire jutottam, úgyhogy már vége felé jártam a képnek, akkor jött meg a kedvem, hogy tulajdonképpen tetszett a kép, maga a téma is. Elég nehéz. És ahhoz, hogy mert ezeket a képeket, általában a képeket az Ági csinálta. Mert ezek mondjuk ennyi mindent fejbe megjegyezni nem lehet. De az, hogy műszakilag egy képbe beépíteni azt a témát, amit az ember úgy kiválaszt magának, az kell egy olyan fotó, ami segít abba, hogy be tud tenni. Tehát tulajdonképpen a fotó alapján te már 3 dimenzióban láttad a történetet. Igen. Az esetek 90%-án. Nagyon kevés az, amikor az ember úgy, hát nem látja a helyszínen. Itt nagyon kevés van olyan két témán. Mert általában azért mindig ahhoz, hogy valamit meg tudják csinálni, ahhoz kell a helyszínt látni. Az adja meg az ihletet. Rengeteget utaztatok. Számos épület megragadott. Ezeket mind megalkottad. Miért fontosak számodra pont ezek az épületek? Miért pont ezek az épületek a fontosak? Nem, mert tulajdonképpen nem tudom, de hogy mondjam neked. Ahhoz, hogy egy ilyen képet meglátsz. Mert most az Mosztári híd. Mosztári hídat az ember úgy végigjárja, kis darabokat látsz belőle. Az, hogy ezt kiváltotta, az, hogy ezt meg kellett csinálni, az kellett egy szerbiai háború. Az, hogy tulajdonképpen az, ami benned meg volt, arról a részről, az, amit te ott láttál, ahogy te láttad, mert ahogy én láttam, ez az. Tehát ez nem az, hogy valójában úgy nézett ki. Én így láttam akkor, és ez tulajdonképpen nekem egy olyan emlék volt is, hogy az emberi barbárság, hogy ezt tönkre tudja tenni, és egy óra alatt tönkre tesznek egy ilyen mosztári hidat. Ez sajnos az embernek egy tragédia. És az éve hova, hogy az ember meg tudja örökíteni, akkor megörökít így is. Nem csak fotón. Én így tudom megörökíteni. Egy fotó, egy festmény az egy sík kép, akárhogy nézzük. Te viszont egy, ahogy már említettük is, inkább ilyen háromdimenziósan, jobbról, balról, mást mutatva, járt középről, körbe, igen, járt körbe elsugalják ezek az alkotások. Miért pont így? Úgy gondoltad, hogy az lenne a jó, hogyha mindenki oda képzelné magát arra a helyszínre, ahol te jártál, és megmutatnád akkor a nagyvilágnak, hogy mindez valójában így néz ki? Miért pont e felé, a technika felé fordultál? Csúnya vagyok, azt mondom, hogy gyerekkorban is az ember építő a homokvárat. Nos, megnézed ezeket a képeket, ezek hasonlóak. Csak kicsit tartósabbak. Egy gyerekbe, ahhoz, hogy egy gyerekre megpróbáljál normál, jobb hatással lenni. Mert most azt mondom, hogy nem akarom bántani a filmművészetet, de egy bekapcsolod a tévét, alá teszel egy lavort, fél órán belül teli van vérrel. Ahhoz, hogy egy ilyen, aki a kisebb gyerekeket is rá tudjad szedni arra, hogy van a művészetnek egy szebbik oldala. Amikor nem mindig a tragédiával kell, hogy foglalkozzon, hanem valamiért a gyerekekbe legyen meg az, hogy ők is el akarnak menni. Mert ez ahhoz, hogyha valakinek egy ilyen kép megtetszik, főleg egy gyereknél, mert egy gyereket könnyebb megfogni egy ilyen térbeli plasztikával. Mert akkor ilyen több a fantázia. Mert jó képű festményen is nagyon szép, de az, hogy egy plasztikusabb képnél, tehát a gyerekbe is, hogy kialakul valami, beindulnak a kis fogaskerekek, elkezdenek pörögni.
és hogy a gyerek is látni akarja, hogy ez hol van, hogy valójában hogy néz ki. Mert azért csak megkenni az emlékkönyvbe is. Tulajdonképpen a Köszi az egy olyan kiállító hely volt itt Kőbányán, illetve mai napig az, ahol nagyon sok kisgyerek fordul meg. És akkor, amikor ugye az emlékkönyvet megnézed, és a gyerekek írnak bele valamit. Gyerekek írnak bele. És nem törvényszerű, hogy szülői sugallatra. A beírásból az derül ki, hogy nem törvényszerű, hogy szülői sugallatra írnak. Mert itt ez a lényeg, hogy a gyereknek a fantáziája beinduljon. Ahhoz az kell, hogy térbe lásson. És ezek szerintem nagyon kellemesek. És olyan témák, ami gyereknek a fantáziáját elindítja. Tulajdonképpen nem a pillanatot ragadod meg, hanem inkább az örökké valóságnak tartod meg ezeket a műveket, ezeket az épületeket. Mi az oka annak, hogy tulajdonképpen ezek az épületek ott állnak, ahol vannak, viszont embereket soha nem látni körülötte? Ezeket többen hiányolták, igen. Egész őszintén az van, hogy valamikor régen nem tudom mennyire járt a vidéken. Vidéki búcsokban voltak a fazekasok, akik csinálták ilyen kis verőmintákat, és ilyen különböző jellegzetességeket árusítottak a vidéki búcsokban. Amihez tulajdonképpen a népviselettől kezdve a helyi nevezetességig minden benne volt. És mivel én is hasonló témákat próbáltam megfogni, ezért igyekeztem azt, hogy ha egy figurát beleteszek, ezek akkora képek, hogy illetve akkora területet foglalnak be, mutatnak. Ahova egy figurát rátennék, talán nem lehetne észrevenni, elnyomná maga a téma, a figurát. És ezért mondjuk, hogy nem kerültek rá figurák. Most azért kellett az, hogy kis pasztikában megmutatni, én tudok figurát is csinálni. Tehát mondjuk a kis pasztikánál figurákkal foglalkozom, a képeknél pedig magával a környezettel. És jó magyarázatot erre nem tudok mondani egyelőre. Általában a művészeket, hogyha ennyire kategorizálni lehetne, akkor vannak olyanok, akik kicsiben szeretnek dolgozni, vannak olyanok, akik a monumentalitásra törekszenek. Te inkább az előbbiekhez tartozol. Mindig inkább ilyen kisebb alkotások vonzottak, és ha igen, akkor mi az oka? Jobban szereted a kidolgozottabb technikát, ami azért egy kihívás is mindenképpen, hiszen sokkal több energia, sokkal több munka szükséges hozzá, mint amikor elnagyolva egy hatalmas alkotást készít az ember. Vagy nem vonzott ez a monumentalitás? Nem vonzott a monumentalitás, mert tulajdonképpen ahhoz, hogy az ember nagy képeket csináljon, nagy frízeket csináljon, ahhoz az, hogy nem biztos, hogy a nagy frízre a mai körülmények között igény van. Nem tudod, tehát amiért én ezeket csináltam, az, hogy lakásban legyen. Tehát nem kint, nem köztéri. És ahhoz, hogy lakásba tudjon kerülni, a lakásban nincs akkora tér, hogy nagyobban meg lehessen ezeket mintázni. Tehát ahhoz, hogy ezekre a képekre rálátásod legyen, ezeket nem tudod falméretben megcsinálni. Nem célszerű. Mert ahhoz tulajdonképpen a lakás veszti a funkcióját. És ahhoz inkább ezek a kicsik kellenek. Szokták mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Egy nevet még mindenképpen meg kell említenünk, és akkor már itt van az ellentét. Ugye Kirchmayr Károly szobrász, művész. Hogyan kötődik az életedhez, és mennyiben tudod befolyásolni? Hogyan emlékszel vissza rá?
tulajdonképpen a Karcsi bácsival a Feledi Balázs hozott engem össze. És hát a Balázsnak a dolgai, hát az Balázsot szintén visszamegyek elég hosszú időre. És a Karcsi bácsi a Balázsnak volt a bal keze, vagy jobb keze, bocsánat. És a Karcsi bácsinak a véleményére adott a Feledi Balázs nagyon sokat, mint szobrász. Mert a korban is, technikában is, kidolgozásban is, tulajdonképpen a Kirschmayernek a dolgai, azok hozzám nagyon közel állnak. A oktatása, a tanítása, mert tulajdonképpen ő hozzáfűződik a vasútnak a volt a valamikor régen volt a Magyar Államvasutatnál egy kultúrcsoport. És ő annak a szobrász szakkörének volt a vezetője. És hát tulajdonképpen egy ilyen kis oktató típusú szobrászművész, aki, mikor meglátta az én ilyen elkészült dolgaimat, akkor ugye, rácsodálkozott is. Hát tulajdonképpen az ő ötlete, véleménye alapján volt az, hogy részben segített az, hogy állítson ki. Tehát ő segített, ő indított el azon, hogy ezeket a képeket meg kell mutatni, ezekkel a képekkel kiállításokra lehetni, nyugodtan el lehet menni a kiállításokra. És hát ő tulajdonképpen az, hogy befogadott, nagyon sokszor voltam nála, nagyon sok alkotása, én segítettem, a szobrainak a kijelentésébe segítettem neki, mert hát mindig eléggé koros volt már ő, ahhoz, hogy az öntésekre, öntésnél önteni vittük el a szobrait, mikor elkészült a műtelmébe. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sokat segített ő nekem. Ha ugrunk most az időben, akkor már Kőbányán találjuk magunkat, és mondjuk 1997 táján vagyunk, még akkor nem volt kiállításod, ehhez még várni kellett. Ebben az időszakban ismerkedtél meg Kanizsa Józseffel egyébként? Hát Józsit azt nagyon régóta ismerem. Amióta én a mélyépítésben dolgozom, tulajdonképpen együtt dolgoztunk a Jóskával. És csak nem volt téma egymás között. Szakmailag tartottuk a kapcsolatot, és minden ember. Tehát nem, ez egy, tulajdonképpen egy viccként indult el, nem mi beszélgetésünk a Jóskával, és hát akkor, amikor ez véletlenül bejött, hogy hát ő költő úrral, akkor tulajdonképpen az már mert 2000 környéke volt, 1999 volt, hogy de ez tényleg egy olyan véletlen találkozás volt így, hogy az ember úgy nem gondolta azt, hogy ezt ebből lesz valami. Aztán teltek múltak a hónapok, vagy mondhatni az évek, és közben a Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete is. Ő talált meg, vagy ők találtak meg téged, vagy te találtad meg őket, vagy hogyan jött a kapcsolat? Egyáltalán hogyan lehetett nem kőbányaiként megtelepedni, és egy kicsit lokálpatriótaként viselkedni? Akkor már kőbányaiként pufátlankodtam be, mert tulajdonképpen én kerestem meg a Kőbányai Képzési Iparművészeket, mert hát ugye akkor már volt kiállítás, egy-kettő, és akkor úgy, hát akkor az András volt, a Közdi András volt a vezető, és hát megkerestem a Patakit telefonon, és akkor mondták, hogy hát vigyek be képeket. És Dávid Tibi volt bent, meg a
Péntek Ági. És hát bevittem még pár fotót a képekről, és mondták, hogy hagyjam ott, majd megkeresnek. És akkor utána az András hívott föl, hogy hát menjek le. Így indult el. Én tolakodtam be. Hát félig, mint kőbányáját, akkor már kőbányai voltam. És hogyan fogadtak? Mennyire fogadták el a te művészetedet? Hiszen, ahogy végigtekintünk az Egyesület tagságán, ez egy teljesen természetes, minden művész egy egyéniség, de az egyéniségek között is vannak, mondhatni, kiemelkedőek, akik más és más területen alkotnak, mégis valahogy egységet alkotnak. Hát ezért fogadtak el, és hát tulajdonképpen nem próbáltak, ők sem próbáltak átalakítani, mert ők is tiszteletbe tartották azt, amivel én addig foglalkoztam, menet közben, hogy az ember mivel foglalkozik, menet közben az ember, hogy mennyi, hogy változik, hogy alakul át. De ez tulajdonképpen az ember, ahogy telik az idő, hogy megpróbál alkalmazkodni, megpróbál átalakulni, megpróbál más csinálni, és megpróbál a többi művésztől tanulni. Mert hát azért vannak azért nagyok, mert azért a Fábián Rózsa, az András, a Margit, Szavér, senkit ne sértsünk meg, többet azért nagyon nem akarok sorolni, mert itt a végén sértődés lesz. De mindegyiknek nagyon szép képei vannak, nagyon szép alkotások vannak, nagyon, hogy mondjam, egységet alkotnak így, avagy mindenki más és más. Amikor úgy mondhatni igazi művészé avanzsáltál, mennyire változott meg a viszonyulásod a művészethez? Mennyire tekintetted hobbinak, amit művelsz, és mennyire lépett néhány lépéssel előrébb az életedben mindez? Nem lépett előrébb, azért nem lépett előrébb, mert tulajdonképpen egyelőre még mindig meg kell elkeresni a pénzt. Ma a művészet nem egy olcsó szórakozás. Az egy hobbi, amire az ember költ, és elég sokat kell rá költeni, ahhoz, hogy egy ki tudja önteni, az is sokba kerül, időbe, pénzbe, ahhoz, hogy tartósabb anyagba kerülhessen, mert ez tulajdonképpen gipsz, ahhoz, hogy tartósabb anyagba tudjon kerülni, nagyon sok pénz kell hozzá, és de tulajdonképpen erre azért azon kívül, hogy én megy sem, még rá is kell költeni. Mert be kell keretezni, mindegyiknek egyedi kerete van, mindegyik kép egyedi keretbe kerül kiállításra. És azért én úgy gondolom, hogy egy kiállítás is, hogy megrendezésre kerülhessen, meg az, hogy egy kiállítás létre tudjon jönni, az elég sokat kell utazni is. Mind dolgozol most? Hát itt van egy fő állandó témám, a zsámbék, ami folyamatos téma. Hát mindenkinek vannak egy ilyen problémái. Ahol egyébként kiállítottál? Ott többször is. Akkor mondjuk ez is téma. A téma az kis plasztikák. Ott az ötletszerű, az mindig valami előjön. És akkor mindig egyszerre többen foglalkozik az ember, akkor hát tulajdonképpen zsámbék az, ami a folyamatos téma. Készítesz majd a saját születésnapodra egy ilyen kerek évfordulóra valami meglepetést önmagadnak? Nem. Magamnak sosem. Hát tulajdonképpen a gyerekeim azok, akik hogy hébe-hova, hogy valami van, akkor ha olyan is elviszik, akkor az mindig más. Az egy kritika, hogy ő nekik kell. Tehát mondjuk így nem szoktam magamnak csinálni semmit. Köszönöm szépen. Én is.